A nyugdíj előtakarékossági számla az egyik a nyugdíj célra indítható 20% adókedvezményt biztosító megoldásoknak, sőt, ez az egyik legköltséghatékonyabb számlatípus, mégis elég gyakran lehúzzák. Akiknek az az érdeke, hogy drága nyugdíj megtakarítást adjanak el, ők gyakran érvelnek azzal, hogy a nyers számlához érteni kell, vagy túl bonyolult. Nos, ez igaz, hogyha azt feltételezzük, hogy a nyugdíj megtakarítók nem akarnak, és nem is tudnak alapvető dolgokat megérteni azért, hogy milliókat nyerjenek vele. Ez a videó ez azoknak szól, akik hajlandóak foglalkozni a pénzükkel annyira, hogy megértsék, hogy miként hozhatnak ki többet a privát nyugdíj megtakarításukból. A nyers számlákról egyébként egy komplett útmutatót és leírást találsz a videó alatt, a videó leírására van a linkre kattintva. Most csak a befektetési lehetőségekre, a portfólió kialakításra fogunk fókuszálni. Most nem fogom elmondani, hogy hogyan működik egy értékpapírszámla, vagy hogyan működik maga a nyers számla, vagy hogy mi az, hogy befektetési alap. Hogyha ezek az alapfogalmak nincsenek meg, akkor javaslom, hogy olvasd el a videó leírásában a linket, útmutatót. Mielőtt belevágnánk, szeretném tisztázni, hogy egyáltalán nem kell mélyen érteni a nyers számlákhoz, tehát egy teljesen egyszerű, biztonságos stratégia is választható, hogyha nem akarsz a befektetésekről tanulni. Tök felesleges ezért egy drágább nyugdíj megtakarítást választanod, vagy egy drágább előtakarékosságot megkötnöd, csak azért, hogy mondjuk más mondja meg, hogy mibe tedd a pénzed, mert valójában ugyanúgy nem fogod érteni, hogy mibe fektettél, és ugyanúgy nem fogsz vele jó eredményeket elérni valószínűleg. A másik, hogy a befektetés nem egyenlő azzal, amit a legtöbben csinálnak, hogy próbálják eltalálni, hogy mi fog jól hozni a következő egy évben. Ők gyakran adnak, vesznek, kereskednek, ez spekuláció. Nyugdíj célra nem javaslom, hogy ilyesmit csinálj, sokkal inkább érdemes megvenni egy valamit, kialakítani egy stratégiát, és azt hosszú távon tartani. Most azt fogjuk megnézni, hogy miként lehet nyers számlán portfóliót kialakítani, és néhány tippet is adok magát az eszközallokációt illetően. Kezdjük az egyszerűbb lehetőségekkel, és haladjunk a haladóbbak felé folyamatosan. Az első és legegyszerűbb stratégia az szimplán az, hogyha állampapírokat vásárolsz. Ha nincs sok időd a nyugdíjig, értsd mondjuk 10 év körül, és nem akarsz érteni a befektetésekhez, akkor maradj nyugodtan az állampapíroknál. Azt szerintem nem jó megoldás, hogy bármiféle hozzáértés nélkül másokra bízod a pénzed. Akkor inkább vállald fel, hogy nem érdekel annyira, hogy tanulj róla, és vállald ezért a biztos, de alacsonyabb hozamot. És egyébként ez akkor is igaz, hogyha nem akarsz nagyobb kockázatot vállalni. Nincs ebben semmi szégyen, ez is egy döntés, ami sokkal érettebb, mint amit a legtöbben csinálnak, és ami miatt egyébként a legtöbben sok pénzt el is buknak. Az állampapír egy olcsó, kiszámítható, biztonságos befektetés, a legtöbb embernek alig, hanem ez az egyik legjobb befektetés. Ha az állampapír fizet 5%-ot teljesen ingyen, akkor igazából ugyanott vagy, mint hogyha valamilyen kockázatos részvény alapon keresztül elérnél 7%-ot, 2%-os költség mellett. A nettó hozamod ugyanúgy 5%. Csak utóbbi esetben még egy jó nagyot kockáztattál is. Az alacsony költség éppen ezért szerintem az egyik legfontosabb, és az állampapír ezt kiválóan tudja biztosítani. Ha ennek ellenére úgy gondolod, hogy több hozamot szeretnél, és nem akarod magadnak összeállítani a portfóliót, akkor természetesen választhatsz profi alapkezelőt is. Ezzel elérkeztünk a második stratégiához, ami gyakorlatilag az aktívan kezelt alapok. Gyakran érvelnek a nyugdíjbiztosítások és önkéntes pénztárak mellett azzal, hogy ott szakértők kezelik a pénzt. Nos, ugyanezt baromi egyszerűen meg tudod csinálni egyébként nyers számlán is. Pusztán aktívan kezelt befektetési alapokba kell fektetned. Ezt minden nyers számlán meg tudod tenni, és a bankban ülő ügyintéző pedig ugyanúgy örömmel fog neked segíteni akár az alapok kiválasztásában is. Egy klasszikus 60% részvény, 40% kötvény, ugye röviden 60-40 portfóliót, akár egyetlen egy vegyes alap megvásárlásával létre tudsz hozni, és minden szakmai gondot le fog venni a válladról az alapkezelő. Ha a nagy, ismert, független alapkezelők közül választasz, mint például a Concord, akkor szerintem nem nagyon tudsz mellé nyúlni. Csak arra figyelj, hogy ne vállalj túl nagy kockázatot. Számolj azzal, hogy mondjuk a részvény alapok 50%-ot, a kötvény alapok 30%-ot eshetnek, mi mondjuk az állampapír az ehhez képest mondhatni garantált. Ebből keverd ki egy olyan megosztást, amivel nem veszíthetsz többet annál, mint amennyit hajlandó vagy kockáztatni a magasabb hozamért. Minden alapnak van egy kiemelt információs, úgynevezett key-id
dokumentuma, amiben benne van a stratégiája. Ez alapján tudod megnézni, hogy mibe fogják befektetni a pénzed. Ha még az eszközallokációval sem akarsz törődni, akkor pedig választhatsz abszolút hozamú alapot is, ami nem határoz meg ilyen konkrét megosztást, hanem azt is az alapkezelőre bízza gyakorlatilag. Így még arra sincsen szükség, hogy a részvény-kötvény arányt te határozd meg, persze így akkor a kontrollod is valamivel kisebb. Minél több időd van, annál bátrabb lehetsz a befektetéseddel. Egy jó hüvelykúj szabály, hogy ahány éves vagy, annyi százalék legyen a kötvény és az állampapír a portfóliódban, a többi meg például részvény vagy egyéb kockázatosabb eszköz. Egy másik ilyen szabály, hogy 10 évnél rövidebb távra ne nagyon fektess részvénybe. Ugye minél hamarabb kell a pénz, annál fontosabbá válhat a biztonság. Erre szokták azt alkalmazni, hogy például, hogyha 65 éves korodban tudod, hogy szükséged lesz a pénzre, akkor érdemes lehet már 55 éves korodtól évente mondjuk 5% ponttal csökkenteni a részvénykitettséged. Most ugye itt részvényeket említettem, de a részvények helyett akár választhatsz ingatlan alapot is, így a pénzedet ugye ingatlanba tudod befektetni, de nem kell ehhez megvenned egy egész lakást, és ugyanúgy ki tudod használni rá a nyugdíjra szóló adókedvezményeket. Mondhatod, hogy a részvények egy részét például lecseréled ingatlan alapra, és készen is vagy. Ezeknek az aktívan kezelt alapoknak igazából egyetlen hátrányuk van, a költségük, ami jellemzően 1,5-2% évente. Ugye ez rövid távon nem sok, de 10 év alatt azért, ha ezt összeszorzod, akkor is láthatod, hogy ez jelentős tétel tud lenni. Erre megoldás a harmadik stratégia, amit a passzív alapokkal tudsz elérni. A passzív stratégia hívői szerint az aktívan kezelt alapok nem tudnak jobb teljesítményt felmutatni, mint amit a piacok egyébként is produkálnak. Vagyis nem számít, hogy ki kezeli a pénzt, csak az, hogy milyen eszközökbe fektettünk. Például ugye eszköz alatt érthetjük, hogy amerikai részvényekbe, vagy európai kötvényekbe, vagy ingatlanba, vagy hasonlókba. Ha ez így van, ugye, és sok tanulmány szerint így van, akkor ugye minek fizessünk a szakértőknek a kezelésért, ha nekünk csak egy jól diverzifikált, egy jól megosztott portfólióra van szükségünk. Erre jöttek létre a jóval olcsóbb passzív alapok, ahol néhány tized százalékért be tudunk fektetni. A szuper hír, hogy néhány szolgáltatónál elérhetőek ETF-ek a NYSZ számlákra is. Így csak azt kell eldönteni gyakorlatilag, hogy milyen arányban osztjuk meg a befektetéseinket a különböző eszközök, piacok között, és ezt az arányt kell ETF-eken keresztül megvásárolni. Nem sok ETF érhető el, de az amerikai, európai, valamint magyar részvénypiacot például elérjük, így lehet például egy 60-40 portfólió 20% amerikai részvény, 20% európai részvény, 20% magyar részvény, meg 40% állampapír, és a teljes költségünk kb. 1/10%. Persze nem ismerem a kockázatvállalási hajlandóságodat, és nem tanácsot akarok most adni, csak szeretném, hogy valamilyen kiindulási pontot kapj, hogyha ebbe az irányba indulnál. Ha van még 20 éve egy nyugdíjig, és hajlandó vagy mondjuk nagy kockázatot vállalni, akkor emelheted 75%-ra például a részvényarányt. Vagy hogyha félsz az amerikai részvénypiac túlárazottságától, akkor 10%-ra csökkentheted annak arányát is, és egyébként magát a stratégiát vegyítheted aktív alappal is, és vehetsz például az amerikai részvények helyett 10% ingatlan alapot is. Csak ne bonyolíts túl szerintem, mert egyre nehezebb lesz nyomon követni és kivitelezni a stratégiát. Ha nagyon szofisztikálni akarod, akkor vehetsz egyedi értékpapírokat is egyébként, és ezzel el is érkeztünk a negyedik stratégiához, ami nem más, mint az egyedi értékpapírok vásárlása. Itt is ugyanúgy érdemes először eszközosztályok szerint egy megosztást kitalálni. Maradhatsz ugye például az előbbi 60-40-es példánál, csak itt nem befektetési alapon keresztül veszed meg a részvényeket és a kötvényeket, hanem egyedi papírokat fogsz venni. Tehát nem befektetési alapot veszel, hanem mondjuk OTP meg MOL részvényt. Ennek az előnye, hogy még azt a 2/10 vagy 1/10%-os alapkezelési díjat sem kell megfizetned, amit a passzív alapoknál. Hátránya viszont, hogy a kapott osztalékok után például adózni kell, valamint a NYSZ számlákon nagyon ritkán lehet elérni külföldi részvényeket. Ugye főként forintban jegyzett papírokat lehet venni NYSZ-re, ezért csak azokat a részvényeket tudod megvenni, amiket forintban is jegyeznek, például ugye a B-t a piacon, és ez azért nem olyan túl sok. A BUX ETF-et például simán kiválthatod OTP, MOL és Ritter részvényekkel, de az amerikai ETF-et alig, hanem ekkor is ETF-ként kell megvenni, mert amerikai részvényeket nem sokat fogsz tudni venni a bétán. Tehát semmi nem zárja ki egyébként, hogy kombináld ezeket a megoldásokat. A lényeg, hogy tudd, hogy milyen kockázatot tudsz vállalni, annak megfelelően találd ki magát az eszközmegosztást, és végül döntsd el, hogy
szakértőre bízod a kialakítást, passzív alappal veszed meg, vagy egyedileg vásárolgatsz részvényeket, kötvényeket. Minél inkább saját kézben tartod a dolgokat, annál kisebb lesz a költséged, de annál nagyobb lehet vele ugye a macera is. Szerintem, hogyha nem érdekel ez az egész, akkor maradj nyugodtan az állampapírnál. Ha van elképzelésed, de megnyugtatna, hogyha például egy válságban tudnád, hogy a szakértő azt teszi majd a dolgát és átrendezi a portfóliót, hogyha szükséges, akkor menj inkább aktív alapokkal, viszont hogyha jelentős összegről van szó, hosszú távról, vagy tényleg érdekel a téma, akkor pedig igenis tanulj meg saját portfóliót kialakítani, és használj inkább ETF-eket. Szerintem ez a leghatékonyabb, talán legideálisabb megoldás. Végül pedig, hogyha izgalomra vágysz, vagy nagyon értesz hozzá, akkor próbálkozhat egyedi papírokkal is. Szerintem ennek nem sok előnye van egy nyerszámlán, inkább hobbi vagy olyan kíváncsiság lehet, hogyha téged ez az, ami vonz, akkor ezt is meg tudod tenni. Óvaintelek azonban attól, hogy a múltbeli hozamok alapján dönts. Az általam említett kockázatból való kiindulással szerintem sokkal jobban jársz. Igazából mindegy, hogy mi az, ami tavaly jól hozott. Az már elmúlt, és hogyha az alapján döntesz, az olyan, mintha a visszapillantóban nézve próbálnál meg autót vezetni. Tehát fontos, hogy ne legyél kapzsi. A legtöbb kisbefektető ott rontja el, hogy a hozamokra vadászik, és gyakran váltogatja az elképzeléseit attól függően, hogy éppen mit hall. Inkább tanulj a befektetésekről, és hidd el, hogy sokkal többet fogsz nyerni vele. Hogyha érdekel, hogy szerintem mibe érdemes befektetni, akkor töltsd le a videó leírásából a Mibe érdemes befektetni című tanulmányomat. Remélem, hogy hasznosnak találtad ezt a videót, és nagyon sok sikert kívánok. Hajrá!